A lakosság majdnem 80%-a szerint újra meg kellene nyitni a vendéglőket, derül ki a KURSZ közvéleménykutató intézet felméréséből. A híradónknak nyilatkozó szakember szerint sokkal biztonságosabb lenne egy ellenőrzött étterem, mint egy vidéki vendégház, ahová most előszeretettel mennek a fiatalok tömegesen. 10-ből mintegy 8 román állampolgár, vagyis a lakosság 78%-a gondolja úgy, hogy újra meg kellene nyitni a vendéglőket, derül ki a KURSZ közvéleménykutató társaság által a Romániai Szállodák és Éttermek Munkáltatói Szervezetének megrendelésére készített felmérésből. A romániaiak 48%-a menne vendéglőbe, ha a megfelelő egészségügyi óvintézkedések és társadalmi távolságtartás biztosítása mellett újra nyitnák az éttermeket. 38%-uk nagyon fontosnak tartja, hogy rendszeresen látogathasson vendéglőket, kávézókat. A híradónknak nyilatkozó szakember is javasolja az egységek legalább 50%-os befogadó képességgel történő megnyitását ellenőrzött körülmények között az óvintézkedések betartása mellett. A Sepsiszentgyörgyi Vendéglátók Szövetsége elnökének nyomós oka van ezt mondani. Sokkal stabilabbnak, biztonságosabbnak találom az éttermeknek a működését, ami ellenőrizhető, mint a vidéki panziók, vendégházok eldugott helyén, ahol most az jött divatba, hogy mindenki kivesz egy valamilyen hétvégi házat, ahol összegyűl 20-30-40-50 személy, és abszolút ellenőrzött körülmények között fogják tölteni az ünnepet, vagy a hétvégét, vagy a bulizásokat, mivel magánterületek nagyobb része teljesen ellenőrizhetetlenek. Ugyanakkor a vendéglőket is segíteni az egységek nyitvatartása megfelelő szabályok mellett és ellenőrzött körülmények között, hangsúlyozza. Kovács István szerint a vendéglátóipari egységeknek legalább olyan szintű állami támogatást kellene biztosítani, amelyből a fenntartási költségeket, a számlákat törleszteni tudnák. Úgy véli, tavalyi forgalmuk 15-20%-ának megfelelő összeggel kellene segíteni őket ahhoz, hogy fennmaradjanak. A felmérésből az is kiderült, a romániaiak 80%-a teljesen vagy részben egyetért azzal, hogy a szálloda, vendéglő és kávézó tulajdonosokat az államnak kárpótolnia kellene, ugyanis a szállodai, étterem és vendéglátó ágazat a járványügyi intézkedések által egyik legérintettebb terület. A felmérést november 2-a és 9-e között végezték 1067 felnőtt városlakó megkérdezésével 3%-os hibahatárral.